A Zalaispa ZRT immár harmadik alkalommal hirdetett rajzpályázatot nevelési célzattal. A pályaműveket ezúttal két korcsoporttól várják december 3-áig e-mailben. A pályázat a Jövőnk Modulel címet viseli, ezzel is illusztrálva a megfelelő hulladékkezelés jelentőségét. Mi pont a háztartások legfontosabb képviselőit szeretnénk megszólítani, a gyermekeket. Óvodás és kisiskolás korú pályázóktól várunk kizárólag rajzokat a szelektív hulladékgazdálkodás népszerűsítése érdekében, és azzal a nem rejtett céllal, hogy otthon ezt a tapasztalatot mindenki hazaviszi a családba, és így még szélesebb partneri körben folytathatjuk a tevékenységünket. A pályaműveket A4-es méretben várja a Zalaispa ZRT, és bármilyen technikával készülhetnek a munkák. Az előző rajzpályázatok egyenként több mint 100 gyermek fantáziáját mozgatták meg. A vezérigazgató elmondta, a pályázók kreativitása még számára is okozott meglepetéseket. Számomra meglepő volt, hogy nem ragadtak meg a gyerekek a gyűjtésnél és a hulladékszállításnál, hanem szinte tovább gondolták azt, hogy mit csinálunk mi ezekkel a hulladékokkal, illetve mi lehet a jövőbeni sorsa. Ezért is nyitottuk meg azt a lehetőséget, és várjuk a látogató csoportokat a telephelyünkön, hogy legyen elképzelése a gyerekeknek az, hogy micsoda monumentális gépi berendezésekkel, micsoda eszköz halmazzal kell még a hulladékokat tovább feldolgozni azért, hogy ne szennyezze a környezetünket, és esetlegesen másod nyersanyagként lehessen hasznosítani. A rajzok készítésekor, tehát a szelektív hulladékgazdálkodást bármely szemszögből megragadhatják a kis művészek. Mindkét korcsoport esetében az első három helyezett alkotást díjazza a Zalaispa ZRT. Az óvodások különböző értékben játékbolti utalványokat, a kisiskolások pedig sportbolt utalványokat nyerhetnek el. Bolygónk megóvása mindannyiunk érdeke, ennek pedig szerves része a szelektív hulladékgyűjtés is. A Zalaispa ZRT jóvoltából a szelektív hulladékgyűjtő szigetek egyre több településen megtalálhatók térségünkben, emellett pedig akár otthonunkba is igényelhetünk szelektív hulladékgyűjtőket.